Sziasztok rajongók, üdvözöllek az akadémián. Úgy érzem, eljött az ideje, hogy bemutassam nektek a Star Wars világában szereplő hajókat egy új sorozat keretében. Nem is kezdhetném mással sort, mint a méltán híres és az egyik legnagyobb szerepet kapott Mon Calamari hajóval, a Honvannal. Alapvetően a kánonban szereplő információk alapján állítottam össze a videót, azonban akad néhány adat a legendákból is, melyet majd külön jelölni fogok a számotokra. A Honvant eredetileg egy civil hajóként alkották meg a mély űr feltérképezésére a Mon Calamari hajógyárak, és csak később alakították át azt hadihajóvá. Alapjait a hajónak az MC-80-as csillagközi cirkáló széria adta, ez a modell pedig az MC-80A lett az elkészülése után. Az Endori csatában egyébként egy ugyanilyen MC-80A típusú modellt a Nautiliant pusztította el a második halálcsillag. Az 1200 méter hosszú hajó, a legendákban 1300 méter, masszív és nehéz hajótesttel rendelkezett. 10 darab hatalmas ionhajtó művel szerelték fel a fénysebesség alatti közlekedés céljából. Ezekből 4 darab M8.0-as főhajtómű volt, a maradék 6 darab pedig M4.5-ös manőverező motor. Egyébként ezekkel 60 MGLT sebességgel tudott közlekedni, mely egy mértékegység a Star Wars világában a fény alatti sebesség mérésére a világűrben. Valamint természetesen hiperhajtóművel is rendelkezett, mely egy Triluna 400 MGS típusú hajtómű volt. Több hárító pajzsgenerátorral, melyek a Szeris gyár SZIL pajzsrendszerei voltak, valamint rendkívül erős szerkezettel és burkolattal volt ellátva a beható erőkkel szemben. Fegyverzetét tekintve fel volt szerelve rendesen, turbólézerágyukkal, ionágyukkal és vonósugárral rendelkezett. Ezek mennyiségéről és típusairól a legendákban találni csak információkat, mégpedig az alábbiakat. Turbólézerágyukból 36 darab XV9-es, ionágyukból szintén 36 darab SV7-es, vonósugárból pedig 6 darab Q7-es foglalt helyet a hajón. A hatalmas hajó hangárjaiban, melyekből amúgy 20 darab is volt, helyet foglaltak az ASF-01B szárnyú vadászok, a BTL-A4-es bombázó vadászok, az RZ-1-es A szárnyú elfogó vadászok és persze a híres X szárnyú vadászok T-65B modelljei. Ezekből vegyesen összesen 120 darab számára volt kényelmesen hely a hangárokban. Valamint ezeken felül még olyan lázadó hajók is tartózkodtak a fedélzetén, mint a Millennium Falcon és a beszivárgásra használt birodalmi Tidirium. Az MC-80A modellegénységét a kánon 5000 fő felettire becsüli, de a legendákban pontos számot is kaphatunk róla, ez pedig a következő. 5402 fő a legénység, valamint további 78 fő, aki a fegyverrendszerekért felel. A hajó működéséhez szükséges minimális legénységet 1230 főben határozták meg. Az utasok vagy egységek száma a legénységen túl pedig még további 1200 egységre van megadva. A Honvan teherbírása egyébként 20 000 tonna és 2 évnyi ellátmányt is képes teljes felszereltség és legénység mellett tárolni. A Honvan Yavin előtt 2-ben már jelen volt a Lázadók Szövetségének első hivatalos gyűlésén. Később, miután a birodalom felszámolta a Hoth felszínén lévő ekóbázist, ez a hajó lett a lázadás főhadiszállása és több szerepet is betöltött az évek alatt. Volt zászlós hajó, csatahajó, hordozó és irányító központ is. Több csatái, amelyekben szerepet kapott. A Jakku-i csata, a Kashyyyk felszabadítása, az Endori csata, a Kuati hajógyáraknál történt csata, a Coruscant felszabadítása, a Bilbringi csata és a Mon Calamari védelme. A hajó egyetlen ismert parancsnoka a Gyal Akbar admirális volt. A Honvan a lázadás megalakulásától az új köztársaság kialakulásán át egészen az ellenállás koráig aktív volt. Ugyan kapitányát, Akbar admirális láthattuk a 7. rész folyamán, de magáról, a Honvanról nem tudtunk meg sajnos új információkat. Minden esetre én remélem, hogy kap még majd szerepet valamilyen formában ez az ikonikus hajó. Köszönöm a figyelmeteket! Amennyiben élvezted a videót, akkor dobd rá egy lájkot, valamint ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornára. Továbbá keresd fel az Akadémiát Facebookon és Instagramon is. Köszönöm a figyelmeteket, és mint mindig, az erő legyen veletek!